Káposz között egy kicsi sziget, olyan gyönyörűbb lökkel. Továbbra is Spanyolország és Görögország számítanak az első számú külföldi úti céloknak Magyarországon, mondta el Tóth Nóra, az egyik dunaújvárosi utazási iroda vezetője. Mint mondta, a brüsszeli terrorcselekmények korábban visszafogták a magyar utazók külföldi foglalásait, azonban a nyárra ismét megnőtt a külföldi utak száma. Most talán kezdenek kapcsolni, és az akciós utolsó pillanatban fillérekért megkapható utakat foglalják. Idei favorit a Spanyolország, tehát a terrorizmus, illetve a robbantások nyertese Spanyolország. Nagyon tele van mind Mallorca, mind pedig a Costa Brava-i, illetve a dél-spanyol desztinációk, illetve Görögország még mindig. Hozzátette, autóval és repülővel egyaránt biztonságosan megközelíthetőek ezek az úti célok. Görögországban elsősorban repülővel vagy busszal, autóval azért nem nagyon mernek nekivágni, az a tapasztalat a migráns helyzet miatt, bár ugye a migráns útvonal egy kicsit átterelődött Olaszország felé azzal, hogy bezárták a táborokat. Amik visszajöttek, már ugye az első turnusok megjöttek, a buszos turnusok nem nagyon lehet látni útközben migránsokat. Tehát ami tavaly volt, az a dömping, hogy minden bokorból jöttek elő, az hál' Istennek eltűnt. Kiemelte, az autóval megközelíthető országok közül továbbra is előnyt élvez Horvátország és Olaszország.